Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Emperem Pintér csatornától, és ma megnézzük, hogyan lehet ilyen zenélős, éneklős videókat készíteni. A Mimic Motion kutatási anyagot nemrég mutatta be a Tencent és a Shanghai Jiaopon Egyetem, és az ő közös munkájuknak köszönhető az alapja ennek az egésznek, amit most megnézünk. Rengeteg más már létező kutatási anyag összpontosul ebben a videóban, amit az előbb láthattatok, ezért is nagyon jó és nagyon érdekes és különleges a nyílt forráskódú közösség, mert hogy ezeket, amik megjelennek hétről hétre, napról napra, különféle kutatási anyagok, ezeket mind felhasználják az újabb és újabbaknál, sőt, valamikor elegyítik ezt egy nagyobb munkafolyamatba, és ennek lett az eredménye az előző videó, amit láttunk. Az összes elhangzó link természetesen benne lesz a videó leírásába. Amit most megmutatok nektek, az az, hogy hogyan lehet a saját gépenken generálni, a Toast AI-jal hogyan lehet ilyet generálni, illetve lehetőség van a Rampodon keresztül is a felhőben a generálásra. Ehhez még először el kell készítenem a templétet egy Docker file alapján, mert az most csak nyers formátumban van meg. A Mimic Motionnek van egy weboldal, ahol meg tudjátok nézni a projektet, látjátok, hogy tulajdonképpen nagyon jó követi a mozgást, de nem csak az arcmozgását, hanem a testmozgást, a karoknak, a lábaknak, mindenféle testrészeknek, és elég pontosan követi, tehát sokkal jobb minőséget produkál, mint az eddigiek, amikkel találkozhattunk. Itt valahol is van egy összehasonlítás. Igen, a Magic Dance az ismertebb, a More, igen, tehát itt van az övék a jobb alsó sarokban, ami eléggé jó reprodukálja, hogy mennyire nagyon jól tudja követni az eredeti videókat. Természetesen közzétették a kutatási anyagot PDF formátumban is, aki akarja, ezt el tudja olvasni, hogyha mélyebben szeretné beleásni magát ebbe. A Mimic Motion, ez így még kevés lenne ahhoz a videóhoz, amit az előbb láttatok, és ez az, amit egységesítettek, összevontak egy nagy munkafolyamattá. Ezt a munkafolyamatot Kamendurúnak köszönhetjük, ahogy sok minden mást is. Megosztotta velünk a GitHubon, hogy hogyan tudjuk ezt használni, mind a Rampodon, mind a ConfUI-ban, illetve a Toast AI-on, amit ő gründol, egy ilyen ingyenesen használható felhőszolgáltatás, ahol rengeteg különféle mesterséges intelligencia projektet tudunk kipróbálni ingyenesen. Természetesen magát a Mimic Motion-t is elérhetővé tette egy Jupyter labos jegyzetfüzet formájában, amit a Google Colab-on tudunk használni. Ugye ez a Google-nek a felhőszolgáltatása, amit akár ingyen is lehet használni, de mivel annyi memória kell neki, 23 GB-nyi a videókártyából, ezért csak a Pro előfizetéssel lehet a Google Colab rendszerében használni. De hogyha esetleg van Google Colab előfizetésed, akkor ki tudod próbálni, itt a kék gombra kattintva a videó linkje, mint a videó leírásában benne lesz a link. A Twitteren osztotta meg az október 4-én azt, hogy elkészült ez a projekt, ami rengeteg mindent egyesít, és ezeknek a találkozása, ezeknek az összessége az, ami ilyen bonyolult munkafolyamatot létre tud hozni, és ezt a workflow-t megosztotta velünk. A GitHubon itt látjátok ezt a workflow-t, ez a Mimic Motion Singing Avatar Toast.json file, ez egy ConfUI-os workflow munkafolyamat, ahhoz el kell indítanunk a ConfUI-t, majd ezt a fájlt belehúzni a gépünkről, és automatikusan betöltődik a ConfUI-ba. Ezt mindjárt meg is nézzük. Itt még a leírásba belerakta azt, hogy a basic munkafolyamat, az itt megtalálható a Civit AI-on is, ez a Singing Avatar-os munkafolyamat, és ez lett még kiegészítve plusz dolgokkal, illetve természetesen a Mimic Motion-nek is megtalálható az eredeti
GitHub-os kódja a Tencentnek a jó voltából, tehát akár ezt is ki tudjuk csak úgy önmagába próbálni, itt nem énekel, itt csak követi az adott képünk a bemeneti mozgást, ahogy mozog egy karakter. Természetesen elég erős gép ajánlott hozzá, itt írják is valahogy Nvidia V100-as, az több mint 30 gigabájtnyi videokártya memóriával rendelkezik, ők ezt ajánlják hozzá, tehát ha neki akarunk állni, kipróbálni, akkor mindenféleképp egy rámpodos szolgáltatás kell, otthoni keretek között ez kicsit nehezen megvalósítható. A Kamenduru féle projekt, az a Toast AI-on keresztül is elérhető, a Toast AI-t Kamenduru készíti, és a Rampod az, aki szponzorálja. Itt, hogyha rámegyünk a legfelső, legerdőlő menüre, akkor az Image to Videót, ha kiválasztjuk, utána pedig az Image to Video Mimic Motion tudjuk kiválasztani, itt ki tudunk választani a gépünkről egy fotót, amit szeretnénk meganimálni, viszont sajnos a zene az nem változtatható, az fix, tehát mindenféleképp ezt fogja énekelni, és az Enter gomb lenyomásával elméletileg elindul a háttérben a generálás, hogy ez mikor van kész, hát azt nem tudom, mert a munkák közé bekerült már bő 20 perce, de még mindig dolgozik rajta, úgyhogy ezt annyira nem sieti el. Nagyon nagy számítási kapacitás kell ehhez a munkafolyamathoz, tehát tényleg nagyon sokáig tart a generálás. Most azt nézzük meg, hogy mi a második opció. A második opció a saját gépen való futtatás. Ne ijedjetek meg, ne szaladjatok el, megmutatom, hogy hogyan kell használni. A 24 GB-nyi videókártya memória erősen ajánlott hozzá, tehát ha annál kevesebb a kártyád, akkor ne is próbáld ki, mert nem fog működni, a végtelenségig fog tartani, mire lefut. Elképzelhető mondjuk, hogy Mac-es gépen is lefut hiba nélkül, de hát ott is ugye akkor legalább egy 32 GB-os memória kell a gépbe, az alatt nem nagyon fogod tudni használni. Illetve a Rampodon is lehet használni majd, úgyhogy mindenféleképp nézzétek meg a videót, ha később majd a Rampodon szeretnétek használni, mert akkor elmagyarázom itt, hogy mit, hogyan kell a konfigurációban beállítani ahhoz, hogy működjön. Nézzük is meg a workflow-t, tehát a workflow-t azt úgy tudjuk megnyitni, hogy itt a Kamenduru-nak a Mimic Motion Toast repójából letöltjük ezt a konfigurációs JSON fájlt a gépünkre, elindítjuk a konfigurációt, és megnyitjuk benne. A konfigurációról már készült videó az MP3 Pintyő YouTube csatornán. Itt van, hogy hogyan kell telepíteni, használni, rengeteg videó az, ami szól erről. Ugye a ConfigUI az egy grafikus felület a Stable Diffusion-höz, hogy tudjuk használni, de most már nem csak Stable Diffusion-ös modelleket, hanem sok másfélét is lehet vele használni, akár nagynyelvi modelleket is, és egy hihetetlenül jól kezelhető grafikus felület, ahol a teljes munkafolyamatot átlátjuk. Tehát ennek a telepítőjét megtaláljátok a csatornán. Illetve itt felsorolja Kamenduru, hogy mik azok a kódok, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy ezt meg lehessen alkotni. Tényleg rengeteg minden van itt, és azért gyűjtöttem itt össze nektek, hogy lássátok, hogy rengeteg mindent be is mutattam már ezek közül az MP3 Pintyő YouTube csatornán. Többek között itt van a live portré például, amikor egy kis portré úgy mozgatta a száját, egy picit a fejét, mint ahogy a bemeneti videó mozgatta. Akkor az Animate Diff-et is megmutattam már, azzal lehet videót generálni a konfigurál segítségével. Akkor megmutattam, hogy hogyan lehet deepfake képeket készíteni a reaktorral, tehát egy meglévő képen lecserélni az arcot egy másik képre, ez is a projekt része. Az IP adapterrel nagyon-nagyon jó munkafolyamatokat lehet létrehozni, amikor különféle stílusokat, képjelemeket, tehát át akarunk másolni az új generált képre egy meglévőről, illetve még a ControlNet is be lehet mutatva, a ControlNet-tel irányítani tudjuk a képgenerálást, hogy van egy bemeneti képünk, és ahhoz milyen szinten, milyen struktúrában hasonlítson az, amit generáltunk. És ezen kívül még sok minden mást is felhasználtak itt a
a különféle GitHub-os kódok közül, és ez az, ami megalkotja ezt a teljes munkafolyamatot. Látjátok, hogy nem kicsi ez a munkafolyamat. Tehát miután megnyitottátok, valószínűleg fel fog ugrani egy nagy ablak a konfigurációban, hogy mi az, ami nincsen feltelepítve, mert azért elég sok csomópontot használ. Ilyenkor nincs más teendőd, mint alul a Manager gombra rákattintani. Ugye, hogyha a konfigurációt feltelepítettük, akkor a leges-legelső és legfontosabb feladat az, hogy a Manager csomópontot fel kell telepíteni, a konfigurációs menedzsert. Ennek a linkjét majd belerakom a videó leírásába. És ez képes arra, hogyha beraksz egy munkafolyamatot, felismeri azt, hogy mi az, ami nincsen meg, ezt kijelzi neked, ide rákattintunk, és azt mondjuk, hogy Install Missing Custom Notes, és felugrik egy ilyen lista, hogy mi az, amiket telepíteni kell, ott szépen rákattintunk az Installás gombra, majd legalul ezek feltelepültek a Restart gombra, és újraindul a ConfUI, majd nyomunk egy F5-öt, és újra betöltődik a munkafolyamatunk. Nem kell megijedni, semmi nem fog eltűnni azok közül, amit esetleg átállítottunk, minden beállításunk megmarad. Igen, mikor hozzád indulok. A bal felső sarokban itt ki be lehetne kapcsolgatni az egyes szekciókat, ezt ne tegyük meg, mert ha kikapcsoljuk, akkor értelmét veszíti az egész, tehát hagyjuk szépen bekapcsolva mindent. A legelső részben, a load videónál be tudjuk tölteni azt a videót, amit szeretnénk használni. A frame load cap nekem 142 frame-re van állítva, ennél nagyobbra nem nagyon lehet állítani egy consumer videókártyán az otthonin, mert akkor ki fogsz futni a 24 GB videókártya memóriából, és átveszi a rendszer memória egy részének a használatát, ami hihetetlenül lelassítja az egészet, tehát értelmét veszti a generálás folyamata. Így jelenleg körülbelül, hogy épp hogy belefér a memóriába, nekem egy 3090-es Nvidia van, azon a generálás erre a 4 másodperces videóra volt, mindjárt mondom, 7 perc, tehát 7 percig generálta. Tehát itt a Choose videóval betöltjük azt a videófájt, amit szeretnénk. Nagyon fontos, hogy végig az összes képkockán látható legyen az az arc, aki énekli azt a dalt, hiszen ez lesz majd, aminek köszönhetően énekelni fog tudni az a fotó, amit megadunk. Tehát nagyon fontos az elsőt, az utolsó képkockáig mindegyiknek ábrázolnia kell ezt az arcot. Itt láttok egy ilyen kis ugrást benne, ezt ki lehet küszöbölni, hogyha esetleg az első egy-két frame-mel problémátok van, akkor van itt egy ilyen rész, hogy skip first frames, és itt be tudjátok állítani azt a pár képkockát mondjuk az elejéről, amit nem akartok, hogy feldolgozzon. Hogyha olyan képkocka van a legelején, vagy közben, vagy bármikor, amikor nem látni egy arcot, akkor el fog szállni a munkafolyamat, kb. A kétharmadánál, tehát addig csak feleslegesen futtattad. Itt vigyázzatok, mert alapesetben a skip first frames talán 1350-re van állítva, értelemszerűen, hogyha egy rövid videót töltetek be, akkor nem tud annyit skippelni, tehát egy hibaüzettel fog elszállni. Ezt vagy nullára állítsátok át, hogyha már a legelső képkocka is jó, vagy egy picit többre, hogyha az első egy-két képkockás problémás. Én most itt 30 frame per szekes videót használtam, de szerintem 24 frame per szekessel is működne, ha esetleg nem, akkor ezt mindenféle kép érdemes szem előtt tartani, hogy át kell alakítani a videót más frame per szekre, hogyha esetleg a 24 képkockával nem működne. Hogyan lehet ezt megtenni a legegyszerűbben? A legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogy feltelepítitek az FFmpeg-et a számítógépetekre, vagy nem is feltétlenül szükséges a feltelepítés, elég mondjuk Windows esetén például ezt az FFmpeg Master Latest Win64 GPL Shared zip file-t letöltjük, abba benne van az FFmpeg exe, és oda bemásoljuk azt a videót, amit meg akarunk vágni, és ennek a segítségével pillanatok alatt át lehet alakítani a videót, hogy kivágjunk belőle mondjuk egy részletet. Lényegében minden videóformátumot ismert, tehát teljesen mindegy, mivel etetitek meg, az FFmpeg biztos, hogy kezelni fogja. A többi operációs rendszer is természetesen letölthető az FFmpeg, és lehet használni.
milyen parancs az, amivel lehet használni. Az FFmpeg -i, utána beírjuk a bemeneti fájl nevét, -ss, megadjuk, hogy hány óra, perc, másodperctől szeretnénk kivágni azt a részt, amit használni akarunk, -2, utána megadjuk, hogy meddig tartson, tehát, hogy hányadik percnél, tehát nem azt írjuk be idebe, hogy hány percet rakjon még hozzá, hanem az eredeti videóban hányadik percnél lesz vége a vágásnak, és a -c, copy, majd a kimeneti fájlnek a neve, ennek az az értelme, hogy ilyenkor nem fogja újra kódolni a videót, tehát nem lesz rossz a minőség, egyszerűen csak olyan, mintha egy ollóval lenyesnéd az elejét, meg a végét, amire nincsen szükséged. Ha meg kell változtatni a frame per second, mert olyan a videót, hogy nem kezeli rendesen ott a betöltés a konfigurációban, akkor azt azzal a parancsal tudod megtenni, hogy itt a végén a -c copy helyett beírod azt, hogy -r, és 30 a frame per second-nek az értéke. Ezt is majd belerakom a videó leírásába. Nézzük tovább a workflow-nkat. A második legfontosabb nódunk, ahol betöltjük azt az arcképet, amit szeretnénk használni. Utána itt még fontos, ami alatta van, itt ez a képátméretezés, alapesetben ez 512x768, ha ezt átméretezzük 768x768-ra, akkor látjátok, hogy ilyen négyzet alakú videókimenetet kapunk majd. Értelemszerűen ezt nem lehet a végletekig növelni, mert hogy akkor szét fog esni a képünk. A legnagyobb méret, amit ha jól emlékszem, itt a Mimic Motion elbír, azt ők írják is itt a saját GitHub repójukban. Hol volt ez? Itt van az 576x1024-es felbontás, maximum 72 frame-mel, tehát erre azért figyeljünk oda. Amúgy júliusban jelent meg az 1.1-es változata a modelljüknek, ami már jóval jobb kimenetet ad, mint az előző. Utána itt nagyon nem kell állítanunk, tulajdonképp amúgy nem feltétlenül pontosan ezt a képet használja bemenetnek, hanem ebből a képből készít egy leíratot, és a leírat alapján generál egy képet, és azt fogja majd felhasználni, hogy elkészítse azt az éneklő kis figurát. Itt van középen egy ilyen, hogy low checkpoint, itt a cyber-realistic checkpointot használja eredetileg, ez egy Stable Diffusion 1.5-ös checkpoint, ha esetleg van nektek valami olyan modell, amit jobban szerettek, akkor természetesen azt is használhatjátok, hogyha pedig ezt szeretnétek, akkor le lehet tölteni ezt a CVTI-nak a weblapjáról, a linket majd belerakom a videó leírásába. A következő modell, amire szükségünk van, ugye ne felejtsétek el, hogy ide más elérési úttal lesz beírve esetleg, mint a tiétek, vagy amilyen néven ti elmentettétek. Miután letöltöttétek, F5-tel rá lehet frissíteni a munkafolyamatra, és itt válasszátok ki a saját Stable Diffusion 1.5-ös modelleteket, amit szeretnétek használni. Menjünk tovább, amit még mindenféleképp le kell tölteni, mert automatikusan nem töltődött le nekem, az a... lássuk csak melyik volt. Ezek letöltöttek, ez is letöltődött itt a végén, a negyedik szekcióban. Itt újra be kell töltenünk a CyberRealistic checkpointot, vagy azt, amit ti választotok, és az Animate LCM SD15 T2V CKPT modellt is be kell töltenünk, és a hozzátartozó lorát, ennek is beírom majd a Hugging Face-es elérhetőségét, ahonnan le tudjátok tölteni. Azért ezek elég nagyméretű fájlok, tehát számítsatok arra, hogy így ezt az egészet cakumpak 15 gigabájtnyi fájl alatt, vagy akár 20, nem fogjátok megúszni tárhelyben a saját gépeteken. Nagyon sok modell az automatikusan letöltődik ezek közül, tehát látjátok, hogy sok más modell is itt használatban van, tehát például itt például ez a szegmentációs modellek, vagy
a mélységmodell, vagy a mimic motionnek a modellje. Ezeket bizonyos esetekben látod, amíg letöltődik az első használatkor. Itt egy csík a node-nak a tetején jelzi az állapotát, hogy éppen hol tartasz a letöltésben. Hogyha ott nem látod, akkor a terminál ablakban, a Config UI az folyamatosan fut a háttérben egy terminál ablak, ott láthatod a progress bar-t, hogy töltődik. Ha ott sem látod, de úgy érzed, hogy valamiért áll az egész, akkor nézd meg a feladatkezelőt, és a feladatkezelőben látni fogjuk a hálózati adatforgalomnál, hogy erősen le van terhelve, mert tölt éppen a modelleket. Értelemszerűen ez csak egyszer fogja letölteni, a második használatnál már csak betölti a gépünkről ezeket a modelleket. Ezek azért elég nagy műéretűek, például ez a SamHQ, ez 2,6 GB, a Mimic Motion 3 GB, a DeafAnything az 1,34 GB, de számítsatok arra, hogy első indításkor nagyon-nagyon sok idő el fog telni, ahhoz, hogy letöltse az összes modellt a gépetekre. Nekem előfordult egy hiba, ami miatt elszállt az egész, ezt látni fogjátok itt a terminál ablakban, ami fut közben a háttérben, hogyha elszállna és kiírná azt, hogy nem találja az fvcore nevezetű Pythonos csomagot, akkor azt nagyon egyszerűen fel lehet telepíteni a gépre, ez a pip install fvcore parancsal telepíthető fel. A Config UI telepítésénél elmagyarázom ezt, hogy hogyan kell használni ezt a telepítést, illetve van egy ilyen videó, ami felkerült nemrég, ez a megtalálom open source telepítési útmutató, ebben az alapokat elmagyarázom, hogy hogyan tudtok ilyen open source alkalmazásokat feltelepíteni a gépetekre, mi ez a GitHub, mi ez a pip, a Pythonból melyiket kell feltelepíteni, hogyan lehet saját futtatókörnyezetet létrehozni a kondával, hogy ne ütközzön más alkalmazásokkal, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig külön futtatókörnyezetbe rakjátok ezeket az alkalmazásokat. Tulajdonképpen ennyi az egész, tehát itt nagyon más már nem kell állítanunk, csak ha elakadna, akkor figyeljünk oda, pirossal körbekeretezi azt a csomópontot, valószínűleg azért akadt el, mert nem választottuk ki a megfelelő modellt a gépünkről, tehát ezeket majd figyeljük, hogy hogyan halad és hogy elakad-e, és amikor elkészült, akkor a legutolsó csomópontban látni fogjuk az elkészült végterméket. Alapesetben nem menti le, itt a Save Outputot True-ra állítsátok át, és akkor le fogja menteni a Config UI-nak az output mappájába az elkészült videót. Lássuk is még egyszer, hogy milyen lett. Azt kell, hogy mondjam, hogy például a fogai azok szuper jók lettek, tehát nagyon-nagyon jó minőségű fogakat generált, ez nagyon sokáig probléma volt, de látjátok, hogy ez most már pipa, most épp a pislogással van probléma, mert nem nagyon pislog, bár az eredeti videóban nem is tudom, hogy mennyire pislog Máté Péter, mindjárt megnézzük. Igen, pislog közben, bár borzalmasan rossz a felvételnek a minősége, és ráadásul szemüveget is visel, úgyhogy örülök, hogy ennyire ki tudta szedni belőle az arcnak a mozgását. Tehát azért lehetőleg ennél jobb minőségű bemeneti videót adjatok neki, légy szíves, mert akkor fog igazán jól működni. A legutolsó, pedig a harmadik lehetőség, amit Kamenderu közzétett, az pedig a rampodos változat. Itt van egy docker file, amivel fel tudunk építeni egy templétet, illetve a worker rampod pi az hozzá tartozik, és ezt tudjuk használni a rampodon. Erről szerintem készítek majd egy másik videót, vagy lehet, hogy létre is hozom az egész templétet, hogy működőképes legyen, és nektek csak egy gombnyomással kelljen elindítani. A költsége az pedig hihetetlenül olcsó,
mert hogy 24 GB-ba belefér, akkor lehet használni, mindjárt megnézzük, hogy mit is, deploy, és az A40-es, az 48 GB videókártya memóriával rendelkezik, és 0,39 dollár mindössze óránként, bár most egy kicsit megemelkedett a dollárnak az árfolyama, de ha 360-nal számoljuk, akkor mindössze 140 forintba kerül óránként egy ilyen szuper számítógép, amit ki tudtok bérelni, és mivel körülbelül a 3090-es sebességével rendelkezik az A40-es, ezért egy olyan 7-8 perc alatt le is fogja generálni nektek a videót, tehát tényleg fillérekbe kerül az, hogy el tudjatok készíteni egy ilyen kis animációt, illetve felemelhetitek még az értékét a frémek számának, hiszen ott azért még van benne craft, tehát több videókártya memória van benne, mint az én gépembe, és itt játszhatok még a frame load cap-pel, hogy mennyit engedtek neki betölteni, de egy idő után már a Mimic Motion nem fogja rendesen kezelni, de azért megnézhetitek, hogy 142-nél többet mennyire bír el, hiszen ott 48 GB-nyi videókártya memória van a Rampodon az A40-esnél, úgyhogy ott azért még bőven fér bele képkocka, és nem fog elszállni memóriahibára hivatkozva. Ennyi lett volna a videó, amit szerettem volna nektek bemutatni. Szerintem egy hihetetlenül látványos és nagyon érdekes projekt ez, hiszen itt látszik az, hogy a különféle projektek, amikor összeérnek, a különféle kódok, amiket megírtak számunkra segítőkezek, milyen-milyen jó végeredményt tud adni, és mennyire látványos dolgokat lehet vele csinálni, főleg az, hogy így a Configurálj ezt mind meg lehetett oldani. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve osszátok meg másokkal, hiszen annak köszönhetően fog másoknak is megjelenni a YouTube-ba, mert amúgy a YouTube keresője egy nagy kaki, tehát azon keresztül nem sokan fogják megtalálni. Érdekes mód, minél több videót teszek fel, annál kevesebbszer jutnak el a videókhoz a YouTube keresőjén keresztül, tehát elég érdekesen működik. Ha bármiben elakadsz ennek a használata során, a telepítésekor, vagy bármi kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor a YouTube kommentbe fel lehet tenni a kérdést, illetve van az Emperor Pintyő csatornának egy Discord szervere, hogy nyugodtan fel lehet tenni a kérdést, és valószínűleg valaki hamar válaszolni fog, vagy mindenféleképp én, hogyha más nem tudta megválaszolni a problémádat, illetve ha csak szeretném megosztani valamit, akkor itt megtehető, vannak különféle szobák, ahol meg lehet osztani képet, hangot, videót, szöveget, 3D-s fájlokat, tehát bármit, amit készítettetek, és szívesen várjuk itt a közösségbe ezeket a megosztásokat is. Illetve mindenféleképp szeretném megköszönni a Patreonos és a YouTube-os támogatóknak, hiszen nélkülük nem tudna létrejönni ez a sok-sok tartalom. Szembe menve a mainstream-mel, teljesen másra készítettem videót, mint amiről az utóbbi két nap szól, hiszen a Meta bejelentette az új videókészítőjét, ChatGPT-nek megjelent a Canvas, és egy csomó minden más is történt. Lehet, hogy valamelyik most soron következő lesz, meglátjuk, hogy melyiket választom a kettő közül. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!